végre van egy igazi telő. Hóval, méghozzá rendes hóval. Nagy hideggel, ahogy azt kell. Irány is a sípálya, snowboardozni, vagy síelni, vagy akár szánkózni. Vagy ha ritka élményt keresünk, akkor a kutyaszán is egy frenetikus opció. Természetesen itt a Mátrában. Üdvözöllek benneteket Mátraházán, 710 méter magasan vagyunk. 710, de azért nagyon fontos a cipőnk. Így van, egy bowling cipő, kivezetten erre a pályára készültünk. Így van, szállodánk, ugye a Lifestyle Hotel Mátrában vagyunk. Itt bowlingozunk. Igen, bowlingozunk, miközben megbeszéljük, hogy mi a helyzet. Na, Lifestyle Hotel. Lifestyle Hotel. Mutasd be nekem, kérlek, mit kell tudni? Szállodánk 114 szobával rendelkezik. Ebből ugye 94 darab standard szoba, 15 darab junior lakosztály, találhatóak még családi lakosztályaink is. Ez két darab ilyen szobatípusunk van a szállodában, amely három légterű, két légtér hálószoba és egy légtér nappali. Ugye meg fogunk lesni egy standardet majd. Igen. Meg fogjuk lesni a lakosztályt. A lakosztályt, a lifestyle lakosztályt, amely a legmagasabb kategóriájú a szállodánkban, és három darab ilyennel rendelkezünk. Ugye itt a szobáknál még érdemes megemlíteni, hogy a négy évszak szállodának is neveznek minket, és ezt próbáltuk a szobáknak a hangulatába, a színeibe visszaadni. Uh-huh. És ugye a recepció szintje a nulladik szint, ez a tavasz, igen, nyár, ősz és tél. És akkor a tél a harmadik. Nem is bírunk magunkkal, most melegében meglessük a két szobát. Addig felfüggesztjük ezt a véremelő csatát a bowlingpályán. A szállodánk harmadik emeletén vagyunk jelen pillanatban, itt ugye csak lakosztályok találhatóak, junior, illetve lifestyle lakosztály. A lifestyle lakosztályunk a legmagasabb kategóriájú, amit most meg is fogunk nézni. 306-os. És akkor 306-os szoba. Ó, azért ez nagy. Igen, tehát ez egy 47 négyzetméteres szoba, ugye baldaionos ágyjal felszerelt, mind a három ilyen szobánk ugyanilyen belső felszereltsége van. Erőszetettel veszik is igénybe ezt a szobánkat is, az ami a leghamarabb el is kell itt szállodán belül. Ugye ez a harmadik szint, ami a térnek a színei köszönnek vissza. Most a télben, vissza, minden a télben, szempontból. Vagy... Szép ízléses, hát csinál is tetszik nekem. Igen, és akkor az aranyszín. Az, ami visszaköszön. Ugye a szoba felszereltségét illetően a saját jacuzzival rendelkezik, és egy két zuhanyzós kabinnal, ami szintén a felfrissülést, illetve az ellazulást szolgálja a vendégeink részére. Továbbá még ugye a lakosztályok AV-fűzőkkel felszereltek, azok még a különbség a standard szobák és a lakosztályok között. Itt található ugye a jacuzzi. Nem a pro jacuzzi. Igen. Így van. Elég nagy, elég kényelmes. Két fő részére, illetve ugye itt található még ugye a két személyes zuhanyzó is. Nem bírom ki, hogy nem menjek be, nem baj? Nem baj, jó. Muszáj. Nyugodtan nézd meg. Hát itt is azért kényelmesen el lehet férni. Mondhatni. Valóban. Hű. Azért ez nagyon jó. Na, menjünk ki az erkélyre, mert ugye itt körpanorámáról. Így van. Ez egyetlen olyan szobánk, ami körpanorámás terasszal rendelkezik. Na, ezt még elnézegetném egy ideig, hogy jó mélyen égjen bele a retinámba, de így pulóverben nem vállalható. Megyünk is tovább. 108-as. Standard szoba, ugye első emeleten található. Itt ugye a színvilágról is korábban már beszéltem neked, hogy ez a nyár színei tükröződnek vissza a szoba hangulatába, kialakításába, illetve ugye a pipacsvirág, ami megjelenik az ágy fölött. Ez egy 25 négyzetméteres szobatípus. Itt az ágyak szétágyazhatók, illetve egybe is tudjuk ágyazni vendégek kérése alapján. Ki hogy szereti. Vagy akkor itt is bekészítve. Bekészítés, így van, a köntös papucs, ugye a wellness részhez, illetve ez a szobánk ugye egy keleti tájolású szoba, kékesre néző kilátással. Párnamenüvel is rendelkeztek. Így van, szállodánk rendelkezik párnamenüvel, hogy itt a vendégek kiválasztatják a lista alapján, hogy milyen párnát szeretnék igényelni, hogyha nem a hagyományos párna, ami megfelel nekik, akkor ezekkel memóriahabból ellátott párnak is, mind a gerincnek, mind a nyaknak, fejnek kényelmes a alvás, pihenés. Jó, hát akkor ugye ez a standard, ebből van nektek összesen? 94 darab.
94. 94 darab, és abból pedig 24 szobapár, ami össze is nyitható, tehát connecting szobák, akár nagyobb családok részére is teljes mértékben megfelelő. És amit mondtál, hogy kékes. Kékes a néző kilátás. Illetve ez a szoba egy francia erkélyre ellátott, tehát csak egy kilépővel. Azt hiszem, hogy itt tényleg varázsszó a kilátás, mert bármerre néz az ember, szemed gyönyörködtető a táj. Most így fehéren nagyon-nagyon szép, és gondolom ez, mikor kizöldellik a természet sem fest csúnyában. Azt gondolom, fogadni merek. De vissza a bowling pályára. Gábor már nagyon várja, hogy tovább alászhasson. Ugye most tél van, síelés, kutyasszán, minden ilyen dolog, ami összekötető azzal, hogy itt a hegyekben már hatalmas Igen. hó van. Akkor ti csak télen? Vagy ti nyáron is, ősszel is, tavasszal is? Nem. Inkább azt mondanám, hogy 4 évszakos a szálloda, tehát minden évszakban megtalálják a vendégek az aktív kikapcsolódáshoz szükséges élményeket, de hogyha valaki nem szereti az aktív, hanem inkább passzívan szeret kikapcsolódni, akkor ugye tudjuk javasolni neked az 1200 négyzetméteres részünket. Hát akkor nincs más hátrairány, a wellness. Az Amethyst Wellness részlegünkbe üdvözöllek benneteket. Köszönöm. A wellness részlegünk egy angyali kristályról kapta a nevét. Ez a kristály minden olyan képességgel rendelkezik, ami ma a modern wellness 7 alappillérét képezi. 7-es alappillér? 7 alappillér. Sorolom is a 7 alappillért, amikben meg kell találni az egyensúlyt. Tehát lelki, társadalmi, érzelmi, szellemi, környezeti, fizikai és a foglalkozás. Ha valami hiányzik, vagy egy kicsit kevésbé van jelen az ember életében, ez az egyensúly meg tud bomlani. És akkor történnek azok a dolgok, mint betegség, így vagy van. Fizikális, vagy pszichés, csak onnantól kezdve már nem olyan az életminőségünk. Pontosan, lehetne. Mert tulajdonképpen a wellnessnél más, mint egy minőségű, tudatos életvitel, amely ebből a minőségű, tudatos életvitel, ez szép, jó! Na akkor tudatos életvitelünk első napja megkezdődik. Meg bizony itt és most. Mi itt a wellness részekben testet, lelket kényeztetünk. Meg fogom azonnal mutatni, hogyan és mi módon, milyen test és arc kezeléseink, rituáliaink vannak. Egy kis extrával készültünk, valami kicsit furcsával, de inkább a jelzőkeresést önökre bízom. Az egyik legfontosabb, de nem viccelem el, hogy egy nagyon szép vöröshajú hölgy, akit éppen kezelnek. Ugye ez az egyik. Az ugye ezzel hozzuk most ugye közelebb Igen. a nézőket a tévéhez. A másik, van. Hogy gyertyát csöpögtet a hátára. Így van. Ez a... Hogy ez fájdalmasnak tűnik elsőre. Nem fájdalmas, ez kifejezetten úgy van kifejlesztve, hogy amikor, és ez nem fagyú természetesen, ami a hátára kerül, vagy az egész testre egyébként, mert hogy ez egy testkezelés, tetőtől talpig, egy óra hosszát vesz egyéb iránt igénybe, telettele mindenféle finomságokkal, tehát vitaminokkal, illetve olyan tápanyagokkal, ami hidratáltságot és feszességet fog okozni a bőrön. Nyilvánvaló a masszázs alkalmával, a méreganyagok, a keringés, minden fokozódni fog, ami elősegíti azt, hogy egy szép, fiatalos bőrrel távozzon a kedves vendégünk. De az egész test, ugye? Ez egy egész testkezelés. Ez az, amivel a gyertya, amivel lemegyik a kedves vendéget. Így van. És hogy nem fáj neki, sőt. És hogy nem fáj neki, hanem ebben van mindenféle nagyon különleges. Testnek, léleknek nagyon jó, ugye illatanyag, fényhatás, ami benne van, minden. És ezt, hogyha segítesz annyit, hogy a hölgynek átadod, akkor meg is fogja mutatni nekünk, hogy hogyan folyik a kezelés maga. Wow, na mi történik? Mesélj nekem, kérlek. Az előmelegített gyertyát lágyan rácsorgatjuk a vendég hátára, kellemes meleg, nem égeti, tapintásra kicsit ilyen selvajas, az argánolajnak köszönhetően, illatra citrusos, mediterrán illatot érezhetünk, maga a gyertyában semmiféle allergizáló anyag nincs, sejmessé és puhává teszi a bőrt. Ez a masszázs, ez egy teljesen testkezelés. Kezek, lábak, karok, hátak, minden benne van. Teljesen. Legközelebb én is kipróbálom, komolyan elgondolkodtam rajta. De még mielőtt ez bekövetkezne,
a medencék. Megérkeztünk a medencékhez. Így van, mert hogy víz nélkül wellness nem létezik, ezért itt a medence terünkben három medencénk van, amelyben mindenféle olyan élményelem megtalálható, amely a vendégek igényeinek a maximális kielégítésére szolgál. Most éppen egy víz alatti hidromasszázs működik itt előttünk, de van, igen, bugyog, de aztán itt lehet látni a medence szélén a hátmasszázsokat, van gerincmasszázsunk a másik medencébe, illetve az elmaradhatatlan sodró folyosó. Nagy tervek is vannak itt a szállodában, méghozzá egy nagy külső medence megépítése, hogy amikor az idő engedi, kint is lehessen csobbanni a szabad levegőn, például napozás után. A wellness szerves része természetesen a sok-sok szauna. Hallottam, hogy szauna mester, hallottam, hogy szauna Oscar-díj, meg szauna szeánsz, hogy ez mi ez? Ez nem egy régi dolog, itt Magyarországon 10 éve honosították meg körülbelül. Bent vagyunk a vendégekkel, és igazából mozgatjuk körülöttük a levegőt, ventilálunk oda bent, különböző ventilációs technikákat mutatunk be nekik, különböző aromákat, anyagokat viszünk be, kenegethetik magukat bent. Egy kellemesebbé próbáljuk megtenni nekik bent a szaunázást negyed óra alatt. Van itt nagy finn szauna, ahol épp zajlik az Oscar-díjas szauna mester Péter szauna szeánsza. De található gőzfürdő, aroma, bio és infraszauna is, na meg a külső hordó alakú szauna, amiből kilátás van az erdőre. Aztán van itt még élményzuhany, többféle is, és az én örök kedvencem a jégkút. Szemben Gáborral még nem fejeztük be a meccset. Nem csak a egyéni vendégre, családos vendégre gondolunk, hanem a konferenciázó, vagy konferenciát igénybe vevő vendégek, van céges rendezvényre is gondoltunk. A szállodánkban két szinten található konferencia, szint az első emeleten, illetve a harmadik emeleten, összesen 400 fő befogadására alkalmas. Le tudunk bonyolítani gála vacsorát, karácsonyi vacsorát, ugye, ami egyre népszerűbb, különböző céges csapatépítést bent, kint, tehát egyaránt meg tudjuk szervezni, illetve a környékben is tudunk nekik szervezni csapatépítési lehetőséget. Akár borkóstolás, igen, így van, pincelátogatást le tudunk szervezni, hiszen a környékbeli borászokkal a szálloda nagyon jó kapcsolatot ápol, illetve minden hónapban meg szokott jelenni a hónap borásza. Felirat promóció, és akkor az adott borászatot promótáljuk jobban. És akkor itt, de őt itt helyben, akkor itt helyben, itt van, étteremben meghirdetjük, és akár egy borkóstoló keretében még a borászt is tiszteleti tesz szálladánkba, és beszél a borairól. Tök jó. Az étterem. Éppen vacsora idő van, nagy a sürgés, forgás, nem sokára nyitnak. Addigra pedig bizony minden fogásnak a helyére kell kerülni. És itt az idő. Ízek. Mivel találkozhatunk itt a szállodán belül? Ízekkel megpróbáltunk úgy harmonizálni a környékbeli beszállítóktól és őstermelőktől, hogy tehát amint ők megtermelnek, ugye a méz, a házi lekvárok, füstölt termékek, ugye, amik itt jelen pillanatban ugye Noszvajról szállítanak nekünk ide, a házi készítésű hurka, kolbász, füstölt termékek megtalálhatók, valamint házi kecskesajt és kecsketúróval dolgozom, és ezt ugye a bőséges büfé reggelinél a vendég megtalálja. De akkor vad is sokan, gondolom, vad, ugye, ha már rengeteg, itt vagyunk a Mátorban, akkor rengeteg, sok igen, tehát ez bele is van építve nekünk a félpanziós vacsorába, valamint az alakartos étlapba. Ez egy életmód szálloda, megpróbáltunk úgy alkalmazkodni a vendégekhez, hogy azért itt megtalálják, aki lisztérzékeny, vagy esetleg ugye tejérzékeny, vagy most már vannak ezek a paleo diétások, igen, tehát igen, ezek igen, mind megtalálják a számukra legfontosabb élelmiszereket, ugye itt a salátáktól a paleo süteményeken keresztül a házi készítésű lekvárok, illetve a tájjellegű ételeknek a itt készítésében. Én képes vagyok megéhezni simán a látványra, ez most sikerült is, de még gurítanom kell egy utolsót.
környéken számos túraútvonal halad a szálloda mellett, illetve lehetőség van Mátraházán a szegvély kipróbálására, illetve a téli időszakban meg tudom említeni ugye a sielést, ami nagyon közkedvelt, a kutyaszámozást, hogy te is említetted. És akkor itt ezeket ti próbáljátok meg leszervezni ugye a vendégeknek, hogy aki, szóval segítetek ebben. Igen. Tehát különböző animációs programmal is rendelkezünk, hogy animátorok segítségével van akár bent, akár kint a szállodán kívül, környékén, ugye leszervezve ezek a bizonyos programok, túrák. De hogy még mondjuk... De nem már. Na jó. Ez egy jó sikerült kutat. Így könnyű, tudod? Így könnyű. Én még nem nagyon bowlingoztam, de szerintem látszik is. Jó, akkor bowlingozni is lehet. Így van, bowlingozni is lehet. Négy pályás bowlingpálya áll a rendelkezésre a vendégeinknek. A közvetlenül mellette található egy bárrész is, amit szintén igénybe tudnak venni. Bowlingozás közben. Így van, kikapcsolódás. Jó? Igen. Hát akkor a programok, elhagyjuk a szállodát és kimegyünk a hidegbe, a szép Mátrába, térdig süllyedni a hóba. Egyszer csak ilyen 2-3 kutyát engedünk ki, sokan vannak, mint akkor hajlamosak szökni. Tamás elég komoly kutyaszánhúzós múltat tudhat a háta mögött. A teljesség igénye nélkül 20 év alatt 150-szer állt dobogon, szóval tudnánk szemezgetni az eredményeiből bőven. De most önzők vagyunk, az élményt szeretnénk mi is egy picit, csak egy kicsit megtapasztalni. A husky, ugye ők husky? Husky, persze, ezek ja. Munkavérvonó kutyák, munkavérvonó husky, tehát ezek nem azok a kiállítási vérvonó, amit látok sétáltatni a városokba. Igen? Tehát ezek akarnak ismerni, meg akarnak, tudnak. Úgyhogy őnekik ez a boldogság, amikor nekik történik valami. Hát majd megváltozott, amikor be lesznek kötve. Itt az Anita kutyánk, Larito, őnek kettő alomja volt, egyik a lányok mellette Helénke, ahogy ilyen nagyon kankutyákat meg fogtok látni, hogy a második alomjából, akik születtek, és egy született vezérkutya lett közöttük. A született vezérkutya, igen, ez meg a nevelt vezérkutya között az a különbség, a született vezérkutya, az teljesen kizárja a külvilágot. Az csak rá koncentrál a munkára, a pályára, az adott ösvényre, neki azon végig kell menni, és nem ismeri azt, hogy megállok. De akkor ez egy feladat. Így van, így van, így van. És azt ő imádja. És akkor büszke magára, hogy ő a vezér. Tehát tudják mögött a futnak, és érzik azt, hogy én büszke vagyok rájuk. Szóval ők ketten, ők tanított vezérkutyák, ők egészen mások. Ők hajlamosabbak lennének adott esetben, hogy hajat látunk, lemenni a pályáról, mondjuk őt csorda után. Jó, hogyha rájuk szólok, akkor nem. De egy született vezérkutya, akkor is, hogyha nem szólok rá, akkor sem egyre. Zárójelben jegyzem meg, remélem én is született vezér vagyok, vagy leszek. Leginkább olyan, mint ő. Számhúzó kutyánál, különösen a huskynál, az nem jó, az kizáró ok szinte a tenyésztésből, hogy agresszívvel válik. Ugyanis a huskykat az eszkimók úgy tenyésztették ki, hogy akár mikor is egy kutya az emberekben fordult, akkor nem csak őt írtották ki, hanem az egész almot, amiből született, hogy rossz genetika nem essen tovább. Ha nem dolgozott rendesen, akkor viszont azt pusztították el, aki nem dolgozott rendesen. Tehát fölösleges zabálókat nem tartottak, mert nem volt elég kaja, ugye? Tehát őket nagyon keményen szelektálták őket, ezért lett egy olyan típusú kutya, roppant nagy munkabírású, viszont aránylag keveset esznek. És rengeteget tudnak menni. Na, és Larito? Gyönyörűek! Kemény szelektálás volt akkor ott eszkimóéknál. Picit enyhültek is a viszonyok ember és kutya között azóta. Most például minden mozdulat után a husky kap egy simogatást a gazdától, hogy meglegyen a visszajelzés, az a bizonyos pozitív visszajelzést. Mert a munkakutyát is lehet, sőt kell is szeretni. Figyel! Na, elindultunk. Wow! Egyből csendben. Igen, de ez végre meló van. Ja. Irányt hogy adsz a kutyáknak ilyen? Jobban, mondom nekik, merre kell menni egy kereszteződésben, ugye versenyeken nagyon hallgatnak ránk. Ilyenkor, ugye ezen a túrapályánkon, ahol túrászokat is szoktunk itt ugye bár a Mátrában, itt meg már annyira rengetegszer mentek, hogy tudják maguktól az irányokat. Azért jobb bal, akkor szóval? Így van, szóval irányítom őket csak. De azért, ugye bár én mondom nekik a irányokat, akkor is hiába tudják a pályát, hogy a fiatal kutyák is tanulhassák, hogy melyik a jobb kanyar, melyik a bal, hogy ő belül is lehessen később vezérkutya. Itt vagyunk a Mátra, olyan bődületesen gyönyörű időnk van, mert mint hogy hó is van, a nap is, sőt annyira nincs hideg, nem igen, vagyunk igen. meg.
De ti 4 évszakban dolgoztok, ezt mutat már be nekem. Igen, egész évben túráztatunk, értelemszerűen melegebb időszakban csak egyszer szoktunk menni reggel a hűvös időben, erdőben megyünk végig, tehát a kutyusok még nap is hűvös legyen, de egyébként a haszki kimondottan jó bírják a meleget is, nagyon nagy félreértés, azt nem tudják jól az emberek, és Alaszkában is érnek olyan helyeken, ahol 70 fokos hőingadozás van, tehát télen mínusz 40, nyáron plusz 30-ban is vannak ezek a kutyák, és azért nekünk ezek ilyen kis elektromos autóink vannak, amivel rásegítünk emelkedőknek, tehát a kutyáinkat, ne hűljenek túl, ne fáradjanak túl. Megbánthatnak egy picit? Igen, nyugodtan. Ez csalás? Ez kis csalás. Ez csalás, ugye, hogy egy kis nagyon elektromos. Nagyon komoly versenykutyáink vannak, és nagyon kell rájuk vigyáznom, és én vigyázok is rájuk. De ugye melegebb időszakban több kutyát is kötünk be. Tehát akkor nem hűljék a kutyák, nem dolgoznak annyira. Okos vagy, jól van, maradsz Lara, maradsz. Hát erre szoktunk menni, most ezt fogjuk csinálni. Jó, hogy ti mindig arra mentek, és ők tudták, hogy most arra kéne menni. De mi most nem arra megyünk, nem is értik hirtelen, hogy miért nem, hogy miért is álltunk meg, meg egyébként is mi van már. Ilyenkor azt mondják, hogy miért állunk, menjünk már, mi vagyunk még mindig itt, induljunk. Ott már emelkedőnek húztak egyfolytában idáig minket, de most már náluk ez a pár másodperc, ez már az, hogy na induljunk már, menjünk már. Igen, tehát ők munkakutyák, tehát nekik ez az életük, hogy húzhatnak. A haszkét az nem elégíti ki csak a húzás, vagy csak a futás, neki mind a kettő kell. Egyszerre, és még az is, hogy változatos legyen egy picit tere, hogy az agyát is lefárassza. Hihetetlen szépek és kemények ezek a kutyák, és egyszerűen szemed gyönyörködtető a havasmátra. Mindenkinek hatalmas élmény lehet a kutyaszánozás, tényleg. De nem különben jó móka a síelés. Vagy a snowboard. A Mátra Szent Istváni síparkban ez a 12. síszezon, 2004-ben indultunk el, családi vállalkozásként indult el a sípark. A mögöttünk látható nagy réttel kezdtük az egész nyitást. Ez egy cserjés bokros rét volt, annak idején kaszáló volt még valamikor az előző rendszerben, aztán hagyták, hogy elbokrosodjon. A család ezt a lehetőséget ragadta meg, hogy itt nyit egy sípályát. Volt már itt ezen a területen korábban a mátrai erőműnek egy lecsúszó része, egy darab felvonóval, az is bekerült a sípálya rendszerbe, és ki lett bővítve így a pálya nagyjából egy 10-12 hektárnyi területtel. Hoppá. Van most már 10 sípályánk és 8 felvonónk, ebben a pillanatban az összes felvonó működik, mind a 8, és a keményebb pályákat is lehet már használni. A piros pályák is működnek, illetve az 1 kilométer hosszú sípályánk is használható. Nagyjából egy ilyen 80 centi a hóréteg most a sípályán. Így hétközben még tömeg sincs. Könnyen lehet csúszkálni a dombokon, és sorban állás sincs a felvonóknál. De aki szeret síelni vagy szokott, az tudja. Egy jó csúszásért megéri bőven az a pár perc. Lehet Magyarországon is csúszni, minden körülmény adott, van sípálya, van körülötte szállás lehetőség, hosszú hétvégékre, hétközben teljesen tökéletes. És ki van az ember a szabad levegőn, a hidegben, bármilyen hülyén hangzik, ez tök egészséges, ez tök jó, közben mozog, sportol, szóval ideális mindenféleképpen. Ezt jól mondom, zárszóként? Így van, jó, teljesen jó volt. Igyekszem. Ez volt mára a hotel innen a téli Mátrából. Írjanak nekünk üzenetet, keressenek meg minket a Facebookon, kövessenek be az Instagramon, és találkozzunk legközelebb is. Ugyanígy a hidegben fogunk találkozni. Viszlát!